Alkoholtartalmú italok Az alkoholtartalmú italok több-kevesebb etilalkoholt tartalmaznak. Alkoholtartalmuk természetes úton alkoholos erjedéssel keletkezik, előállításukkor vagy etilalkoholt kevernek más alapanyagokhoz, ez adja élvezeti értéküket is, és kedvező étrendi hatással is rendelkeznek. A szervezetbe kerülő etilalkohol főleg a központi idegrendszerre hat, növeli az étvágyat, serkenti az emésztő nedvek elvázasztását, ezáltal gyorsítja az emésztést. Serkenti a bélműködést, elősegíti a felszívódást. Emiatt az alkoholtartalmú italok mérsékletes fogyasztására, vagy mérsékletes fogyasztása ugye nem káros az emésztésre. Az egyes ételekkel összhangban különböző alkalmakkal fogyasztott szeszes italok, a táplálkozás gasztronómiai értékét fokozzák. Tilos az alkoholfogyasztás a gyermekeknek, betegeknek, terheseknek, munkavégzéskor és gépkocsi vezetéskor. Az alkohol a testfelület erejét kitágítja, ezáltal fokozódik a bő bőr vérellátása. És fokozódik a hőleadás is. Ezért életveszélyes a hideg ellen alkoholis italokkal védekezni. Akkor... Ha nagyon mennyiségű alkohol jut a szervezetbe, növekszik a vérben a koncentrációja, mert csak lassan bomlik el. Óránként körülbelül 10 g képes lebomlani. Ez az állapot kihat az idegrendszerre is. Csökkenti az érzékszervek működését, zavart idegállapotot, súlyot, súlyos esetben öntudatlanságot, akár halált is okozhat. A túlzott mértékű rendszeres alkoholfogyasztás igénybe veszi a tápcsatorna nyálkahártyáját és az idegrendszeri problémák mellett szervi, máj, gyomor, vesék károsodását, például májzsugrodást és gyomorfekét okoz. Az etilalkohol felszívódását a zsíros ételek lassítják, a széndiokszid tartalmú italok azonban gyorsítják, tehát előbb megárt. Főbb csoportjai ugye a sörök, a borok, és a szeszesitali készítmények, magyarán az égetett szeszesitalok. Sörök A sör malátából, valamint pótanyagokból, vízzel, cefrézett, komlóval és eseténként egyéb anyagokkal ízesített, sörélesztővel erjesztett, széndiokszidban dús, alkoholtartalmú ital. A sörfőzés története egyidős az emberiséggel. A sör, a víz és a tea után a leggyakrabban fogyasztott ital. Önmagában és étkezések kísérejőként is szívesen fogyasztják. Kezdbe, kezdetben nők gyakorolták a sörfőzés mesterségét, később a kolostorokban fejlesztették a sörfőzés tudományát. A magyarok már az óhazában is fogyasztottak sört. A maláta csíráztatott gabonát jelent, ami általában az árpa, de más gabonákból is készült sört. A hazai kereskedelemben az árpamalátán kívül búzamalátával, tehát búzasör, illetve kukoricamalátával készül sör. Hát búza, árpa és kukoricamalátával készülnek a sörök. Egyes országok helyi választékában azonban felelhető már a rozs sör, a méz sör, az sör is. Sajátos összetételük miatt meg kell említeni a diétás sört, a tápsört és a gyömbérsört is. A sörrel készített kevert italok Magyarországon kevésbé ismertek és kedveltek. Legismertebb sör alapú kevert italok általában a limonádé vagy egyéb szénsavas, illetve szénsabmentes, főleg gyümölcsös fűszeres üdítőitalok hozzáadásával készülnek. Ilyen idői üdítőital például a német Radler, vagy a különböző belga gyümölcsös sörök. A sör jellegzetes kesernyés ízét a komló adja. A komló és a pörkölt maláta keserű ízanyagai étvágyjavító hatásúak. Idítő hatását a széndioxid tartalmának köszönheti. Alacsony alkoholtartalma miatt 0,5-8 V per V százalék az etilalkohol jó étrendi hatással, Jobban érvényesül az idegrendszerre gyakorolt káros mellékhatásokkal szemben. A nagyobb mértékű sörfogyasztás elsősorban nem az alkohol, hanem a sok folyadékbevitel miatt káros. Kiemelkedő minőségűek a német és a szlovák sörök. A sörök alkoholtartalma 0,5 és 8 között van. Tápértékük jelentős, ami a molátából és a komlóból származó anyagoknak köszönhető. Tartalmaz B-vitaminokat is, foszfort, káliumot, nátriumot és az anyagcserét elősegítő hormonokat. A sörök kémiai összetevői A sörök minőségét kémiai összetételük és érzékszervi tulajdonságjaik határozzák meg. Legfontosabb összetevőjük az extraktartalom, az etilalkohol és a széndiokszid. Az extrakt tartalmat és a széndiokszid tartalmat általában m per m százalék, vagy tömegszázalék, vagy m per v százalék, vagy vegyes százalékban az alkohol tartalmat pedig v per v a térfogat százalékban adják meg. Az értéke azt jelöli, hogy hány gram van, 1 köbcentiméterbe. 100 g vagy 100 köbcentiméter termékben. Az extraktartalom a sörben lévő száraz anyagtartalmat jelöli, amely a nyersanyagokból oldódott ki, és illetve oldódott ki a sörgyártás során. A sör jellemzésére az erjedés előtti extraktartalmat szokták használni. Ennek nagy részét szénhidrátok, keményítők, cukrok alkotják, valamint fehérje, glic glicerin és szerves, savas, ásványi sók és B-vitaminok. Jelölése az úgynevezett balling fokkal, tehát B fokkal történik. Minél nagyobb a sör extra tartalma, annál nagyobb a tápértéke. Tehát a söröknél a balling a fok nem az alkoholt, hanem az extrakt tartalmat jelöli, ami azt jelenti, hogy tömegre vetítve mennyi anyag van benne a vízben és az alkoholon kívül. Ha ez az érték alacsony, akkor a sör vízizű. Ha magas, akkor testesebb. A sör etilalkohol tartalma az eredeti extrakt függvénye. A több szénhidrátból több alkohol keletkezik. A széndioxid egy része a sör kitöltésekör a többi oldott rész pedig a fogyasztáskor a szájüregben szabadul fel, kellemes, üdítő hatást kiváltva. A sörök fő típusai A söröket több szempontból szerint lehet csoportosítani, legelterjedtebb a sörök szín szerinti megkülönböztetése. Szín szerint ugye van világos, tehát pürzeni, fejbarna, tehát bécsi, münkeni, fehér, tehát búzából, a sör általában árpából készül, de búzából, rosból, rizsből, kukoricából is előállítható. A gabona fajtája is befolyásolja a sör színét, de elsősorban a pörkölés van hatással a színére. Minél sötétebbre pörkölik a, sör, a gabonát, annál barnább lesz a sör. Kedveltek a világos, más néven pilszeni sörök? illetve a félbarna, tehát a bécsi sörök, a barna, azaz a müncheni sörök. Egyre népszerűbbek a fehér sörök is, azaz, az a búza sörök. A világos, sárga színű, erősen komló ízű, kis habja, fehér, tartós, sok széndiokszid van benne. A félbarna sör, sötét-sárga színű, kevésbé kesernyés, erősebben maláta ízű, habja fehér vagy krémszínű és tartós. Sötét színű molátából nem pörkölt készül. A barna sör sötét barna színű, a komló kesernyés íze mellett édeskés is, az extrakt cukortartalmától. Habja krémszínű vagy barna. Felső molátával vagy karamellel színezik. Alkoholtartalmuk szerint ugye vannak az alkoholmentes sörök, alkohol sörök, átlagos sörök és nagy alkoholtartalmú sörök. Alkoholmentes sörök legfeljebb 0,5 os az alkoholtartalmuk, alkohol söröknek 0,5-től 1,5 os alkoholtartalomig vannak, Átlagsörök sörök 1,5-től 8 ig vannak, nagy alkoholtartalmú sörök több mint 8 os alkoholtartalom felett vannak. Eredeti, extra tartalom alapján van a commerce és minőségi. Tehát a commerce -ső az 12 barling fok van. A minőségi sőr az 12 balling felett van. Tehát a commerce az 12 balling alatt, a minőségi ugye 12 balling fok felett. Eljesztés szerint ugye vannak spontán eljesztési sörök, tehát lambik, tehát belgium. Vannak felső eljesztési sörök, ilyen az ale, Tehát az alésörök, ezek a felső erjesztésű sörök. Vannak alsó erjesztésű sörök, ezek a sörök. Tehát a láger az felső erjesztésű, az ale az alsó erjesztésű. Tehát láger. Alsó erjesztésű, áll, ale pedig felső eljesztésű. És akkor ennyit is a sörökről, úgyhogy térjünk rá a borokra. A bor a szőlőből származó must alkoholos erjedésével keletkező 8-tól 22,5 százalék eti, eti tartalmazó ital. Hazánk jelentős szőlőtermelő ország, bár a föld legnagyobb bortermelőihez, francia, olasz és spanyolországhoz képest, a termelés mennyiségi szempontból nem számottevő. A minőség szempontjából viszont előkelő helyet foglalunk el. A borvidék az a termőhely, amely több település közigazgatási területére kiterjedően hasonló éghajlati dombozati talajtani adottságokkal, jellemző fajta összetételű művelési ültetvényekkel, szőlő és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, és sajátos jellegű borokat termel. Magyarországon 22 borvidék található. Tehát 22 borvidék. 6 nagy borrégióba sorolva. Borkészítésre kizárólag a vitis vienna falra, faj, tehát valamint a vitis nemzetiség Hez tartozó fajok kereszteződésből származó fajtákat lehet használni. Tehát vit is nemzetiséghez tartozó szőlőfajtákat lehet használni a borkészítéshez. Egyszerűbben fogalmazva. Ugye beszéljünk akkor egy kicsit a bor palackozásáról és tárolásáról. Ugye a bor csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a szükséges borkezelési eljárásokon átesett, más szóval, iskolázottakká vált, és így megfelel az előírt minőségi követelményeknek. A forgalomba kerülés módja szerint palackozott és hordós borokat különböztetünk meg. Kereskedelmi forgalomban hazánkban csak palackozott borok kerülhetnek forgalomba. A borok palackozására csak akkor kerülhet sor, ha kellőjén érettekké, úgynevezett palack érettekké válnak. Ebben az esetben a bor hordóban történő tovább tárolása már minőségromlással járna. A palackozott putéliás bor minőségét tovább megőrzi. A palackozást a nagy teljesítményű korszerű gépsorokon végzik, amelyek a palaszt a töltésen és a záráson át a címkézésig minden műveletet elvégeznek. Tehát ez ilyen nagy gyártógép sorokon készülnek. A borok csomagolására meghatározott színű, jellegű űrdartalmú üvegpalackokat használnak. A borok tárolása a mérsékelten hűvös, száras helyiségben kell, hogy történjen. A parafadugóval zárt borokat fektetve tároljuk, hogy a dugót egyenletesen érje a nedvesség. A borokat a fénytől is védeni kell. A borok ideális hőmérséklete 12 és 14 Celsius fok között van. A jó minőségű palackozott bor igen igényes az optimális tárolási hőmérséklete. A tárolási hőmérsékletet minden esetben biztosítanunk kell a palackozott borok tárolása során. Máskülönben helytelen tárolás a minőség a mehet. Fehérbor készítése Minőségi bor készítésénél a minőségi fehérbor szőlőt bogyózzák, zúzzák, préselik, a keletkezett mustott hordokba vagy aciatartályba fejtik, majd erjesztik. Az asztali fehérbor készítésénél a bogyózás művelete elmarad. A muskotályos ízű fehérbor készítésénél az úzás után a mustott 12, 24 órán át tönkölyön hagyják. Ez idő alatt az aromaanyagok kioldódnak. Csekély festőképességű vörösborszőlőből is készítenek gyors eljárással fehér bort. Vörös A vörösbor készítésénél a kék szőlő zúzott szefréjét állni hagyják, miközben elindul az alkoholos erjedés. Nem csupán az alkohol oldó hatására, hanem a cefre, törköly keverésével, mozgatásával is elősegítik a színanyagok kioldódását a szőlőhéjából. A cefra erjesztése egy-két héttől akár 30 napig is tarthat, és csak utána préselik ki. Sillebor Sillebor készítése Közepes festőképességű élénk piros vörös borszőlőből készítik. A szőlőförtüket zúzzák, majd a keletkezett mustot két-három napig tönkőjén erjesztik, sajtolják, hordókba szűrik, ahol tovább erjesztik. A keletkezett borszíne világos piros. És van még a rozébor, A rozébor készítése ugye gyengő, gyenge festőképességű vörös borszőlőből készítik. Színe a Schiller világosabb, rózsaszín. Egy-két napot át tönköljön. A borok jellegét alapvetően a termőhely földrajzi elhelyezkedése határozza meg. Európában a kevesebb napfény és az alacsonyabb hőmérséklet hatására kevesebb a cukorképződés, magasabb a savtartalom. Az itt termelt borok friss, üde jellegű, vékony borok. A szőlőtermesztés őszhozája déli, meleg, napfényes földrész. Itt magas cukortartalommal érkezik be a szőlő, a borok testesek, tüzesek, magas alkoholtartalmúak. Magyarország az északi és a déli szélesség között, de inkább az északihoz közelebb fekszik. A borsze, borkészítési és kezelési tárolási módszerét illetően közbűső helyzetet foglal el. Borok elnevezésében használt kifejezések. Bikavér. Vörös bor, amely legalább háromféle szőlő magfajtából készül, és amelyet fahordóban érlelnek legalább 12 hónapon keresztül, tehát egy évig, és ez a bikavér. Tehát a bikavér vörösbor, amely legalább háromféle szőlőfajtából készül és egy évig érlelik. Védett eredetű bor. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott borok. Válogatott szüretelésű bor. Ugye a válogatott szőlőszemekből készített bor. A most cukortartalma legalább 204,5 g per liter. Késői szüretelésű borok is vannak tehát késői szüretelésű szőlőből előállított bor, a mus cukortartalma legalább 204,5 g per liter. Van a múzeális bor legalább 5 éven keresztül palaxban érlelt bor. És van a Schiller, tehát a rövid áztatási időnek köszönhetően nagyon világos színű vörös bor. Vannak még a tájborok. A földrajzi jelölés nélkül és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok. Van még a puttony. Dongás faedény, amely két hevedel segítségével háton szállítanak. A tokai asszú jelzője lehet, azaz az asszúból minő, minőségét ugye puttony szám határozza meg. Minél magasabb a puttony szám, 3, 4, 5 vagy 6, jellemzően annál magasabb minőséggel és nagyobb édességgel rendelkezik. A puttony szám azt mutatja meg, hogy 25 kg többet asszuszemet tartalmazó puttonyból hányat kevernek egy-egy gönci hordó mosthoz? A gönci hordó 136,6 literes. Ez a gönci hordó. A mai szabályozás szerint az a tokai asszú minősül három puttonyasnak, amely minimális természetes cukortartalma minimum 60 g per liter. A 4 puttonyosnak legalább 90 g per liter, az 5 pottonyosnak 120 g per liter. A 6 puttonyosnak 150 g per liter a cukortartalommal kell rendelkezni. Tehát akkor menjünk szépen még egyszer sorba, tehát a 3 puttonyos 60 g per liter, a 4 puttonyos ugye 90 g per liter, ez a három, ez a négy puttony. Az öt puttonyosnak 120 g per liternek kell lennie, a hat puttonyosnak pedig 150 g per literesnek kell lennie. Tehát 60, 90, 120 és 150. A címkén feltüntetett puttony számot tehát ma már a bor, cukor, illetve cukormentes szárazanyag tartalma határozza meg. A magyar borok készítési technológiájára utaló használható kifejezések. Barbecue olyan bor, amelynek legalább egy harmadát 350 liternél nem nagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban tároltak. Bor különlegesség. A bor különlegesség szó feltüntetése kizárólag a tokai borok címkéjén lehetséges. A termékleírásban foglaltaknak megfelelően. Van még a QV, legalább két szőlőfajta borából készült borászati termék, meg van a Virgin Vintage, tehát első szület. Az ültetvényről első alkalommal született szőlőből készült. Bor. És van még a fő bor. Olyan bor, amely legalább 45 hektoliter HA hozamú ültetvényről származik. Tehát hektár. Természetes alkoholtartalma legalább 15,12 százalék. Forgalomba hozatal el előtt legalább két évig érlelik, ebből egy évig fahordóban. Van még az úgynevezett jégbor. Tehát jégbor. Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szőlőbogyók felhasználásával előállított bor. Természetes alkoholtartalma legalább 16,66 Előállításához a szőlőt igazoltan legfeljebb -700 720 fokos hőmérsékleten szüretelték. A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni az ültetvény területe szerint illetékes hegybíró részére. Ó, a fajta név a bor szó elé írva, tehát óbor magyarán. A születet követő legalább harmadik évben palackozott bor. Van még a prémium bor. Legfeljebb 60 hektoliter seprős újból hozamú szőlőültetvény termésből készítik. Tehát 60 hektoliter HA hozamú seprős újból hozamú szőlőütetvényből termésből készítik. És van még a primőrt, tehát a szüret évében palackozott bor. Ez a primőr. Rezerv A vörös borokat minimum 18 hónapon keresztül kell élelni, amiből legalább 12 hónapig maximum 330 liter űrmértékű és és a fennmaradó időben palackozó, palackokban kell tárolni. A fehér és a rozé borokat minimum 6 hónapon keresztül kell érlel érlelni, amiből legalább három hónapig tölts hordókban, és a fennmaradó időben palacban kell tárolni. Vannak még a szemelt borok, ugye a teljesen érett vagy nemesen rohadt bogyóknak, a kevésbé érettektől való külön válogatásával nyert bor, melynek természetes alkoholtartama legalább 13,59% ez, a, ez a szemelt bor. Van még a szüretlen bor. Olyan bor, amelynek hosszabb, több éves érlelés során vált palackéretté. Vannak termőhelyen palackozott borok. A bor 100%-ban az adott OM vagy OFJ körzetből származik, valamint a palackozás is az adott körzeten belül történik. Van a többet szőlőből készült bor, olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott. Túl a, vízvezetés, a vízvesztés ugye következtében az értékes alkotórészek betöménykedésével jellemző szőlőtermés, amely, illetve amelyet a botnerisznyika még nem támadott meg. Válogatott szüretelési bor. A tőként teljesen beérett szőlőből kiválogatott. Az éretlen, a beteg, a penészes fürtök külön választásával. Egészséges részben túlérett bogyóibőr előállított bor. Tokai bor különlegességek. A tokai borvidéken készített készítés módjuk miatt önálló névhasználatra jogosult borak. Tokai asszú. Az évjárattól és a dűlőtől függő ízamat illattulajdonságokkal rendelkező asszubor a tőkén asszusodott szőlőből készítik. A kézzel szedett asszuszemeket azonos évjáratú szőlő mustjában áztatják, majd préselik. Teljes fejlődéséhez két év szükséges. A pincék falát vastagon borító nemes fekete penész befolyásolja, az asszubor sajátos, kisé friss, kenyére jellemző ízét és illatát. Színe sötét, sárga íze édes. Minőségmegőrzési ideje 3 év. Tehát a tokai asszu 3 évig eláll. Gyógyhatást is tulajdonítanak a termékeknek. Például legyengült szervezetű betegeknek néhány kanálnyi fogyasztását ajánlják naponta, a szervezet felerősítése céljából. Forgalomba csak az úgynevezett állami ellenőrző jegyjel kerülhet. Papírszallag címerrel és sorszámmal. Fontos exportcikkünk kiérdemelte a királyok bora a borok királya elnevezést. Tokai asszú eszencia Az asszú szemek egy része a saját tömege alatt felrepett, az így kifolyt sziropsűrű mézédes most kifejlődéséhez legalább 15 év szükséges. Tehát a tokai asszú eszencia, tehát saját, tömeg ala, a saját tömege alap, alatt felrepett, kifolyt, kifolyt ugye szőlő szirupjából készül. Tehát ez egy mézédes must, és 15 év a kifejlődéséhez szükséges idő. Van még a tokai, szam, szamorodini, a kevés, a szú szemet, ugye tartalmazó füstökből állítják elő. A tokai jelleg kibontás, kibontakozásához, ugye, száraz, szamorodinak két-három év, az édesnek három-négy év szükséges. Tokai máslás. Az asszú vagy szamorodni lefejtése után az értékes anyagokat tartalmazó seprőbőbóra vagy mustal oldják ki az amatanyagokat, majd borkezelési eljárással kézból, kézból fejlesztik. Tokai fordítás vagy másodasszó. Az asszú tésztából a visszamaradt asszúbogyókat zsákokba teszik, tapossák, vagy a szamorodni, törökőjéből, mustal vagy oldják ki. Az értékes íz és beltartalmi értékeket majd elvégzik a borkezelési eljárásokat. A borok palackozásához leggyakrabban füredi, rajnai, bordói, tokai palackokat használnak. Az egyes borfajták jellegüknek megfelelően eltérő méretű és formájú palacban kerülnek forgalomba. A jellegzetes, a bordói palack Fenék, fenék kiképzése. Alja magasan boltozott, így nehéz a vörösborból természeténél fogva kiváló. Extrakt anyag itt gyűlhet össze, ugye? A 13%-nál kevesebb alkohol tartalmazó borokat sötét, zöld vagy barna palackokba törtik. Így megvédik az ecetedést kizáró káros fényhatásoktól. Tehát azért vannak általában zöld vagy barna színű palackokba, hogy megvédjék a nap káros hatásától a 13%-nál kevesebb alkoholtartalmú borokat. Boros címke jelölései A hazai jogszabályok a borokra vonatkozó kötelező információk feltüntetését írják elő a címkéd. Ezek Földrajzi elhelyezkedésre eredetvédelemre vonatkozó jelölések, tényleges alkoholtartalom, amely egyet százalékban kifejezve adnak meg, űrtartalom, cukortartalom, évjárat, évjárat, aminek megjelenítése csak akkor lehetséges, ha az adott évben születelték a borban található szőlő 85%-át. Birtoknév, termőhely megnevezése, Termelőneve és a cégnév. A bor elnevezése. A bőrszőlőfajta feltüntetése esetében csak a borkészítésre alkalmaz szőlők neve adható meg. Magyar nyelven. Háziasított borok. Több különféle szőlőborainak keveréke, ilyen a QV esetén a fantázia néve, márka névvel is forgalomba hozható, például Egri, szekszárd Bikavér. Vörösbor legalább háromféle fajtából minimum 12 hónapos fahordós érleléssel készül. Egyedi előállításai, eljárásokra utaló kifejezések is feltüntethetők a címkén. Barikyú, jégbor és főbor és stb. borok. Alapvető közös tulajdonságuk, hogy szénsavat tartalmaznak, amelyet az erjedésből származó széndiokszid, megőrzésével, esetleg visszajuttatásával vagy élelmeszer előállítás céljára alkalmas ásványi eredeti széndioxid felhasználásával biztosítanak. Eltérő mennyiségben tartalmaznak széndioxidot. Csoportjaik Pesgők Természetes széndioxidot tartalmaznak. Habzó, gyöngyöző és üdítő jellegű barak. Mesterségesen bejutatott széndioxidot tartalmazónak. Jelentőségük ma ugye már csekély. A pesgó olyan szénsavas bor, amely a természetes alapborhoz adott cukorból zárt palaszban vagy tartályban végbe menő erjedés után keletkezett szénsavat tartalmaz. A pesgőgyártás első számú alapanyaga tehát a bor. A pesgők alapja lehet most is, ezek ízvilága a szőlő elsődleges zamat alapanyagaira épül. Ilyenek például a spumanét típusú pesgők. A pesgő minőségi követelményei a tükrös tisztaság típusnak megfelelő hibátlan szín, az elnevezésre jellemző tiszta illat, harmonikus íz, tartós gyöngyözés és legalább 10,5%-os alkoholtartalom. A pesgőket csoportosíthatjuk ugye színük szerint, kortartalom alapján, szénsavnyomásukat ugye tekintve hogy erős, közepes és gyenge, és űrtartalmuk alapján is csoportosíthatjuk. Kezdjük el akkor a színek szerinti csoportosítást. Van fehér bor, és vörös. vagyis bocsánat, pesgő. Elnézést. Tehát színük szerint van fehér pesgő, rozé pesgő és vörös pesgő. Cukortartalom alapján ugye van a fanyar, a száraz, a félszáraz, félédes. Szénsavnyomásukat tekintve van erős, közepes, gyenge. Őrtartalmuk alapján 0,33 literes, 0,75 literes, 3 literes, 5 literes. Tehát pezsgőkből is ugyanúgy van fehér pesgő, rozé pezsgő és vörös pesgő, illetve fanyar, száraz, félszáraz és félédes és édes. Így röviden ismétlenk ismétlésként ennyit, úgyhogy folytassuk is tovább. A pesgők választéka cukortartalom szerint. Ugye a pesgőket cukortartalmok szerint csoportosítjuk. A pesgőszakértők a klasszikus technológiával készült fanyar vagy extra száraz pesgőket tartják a legtöbbre. Ezekben ugyanis kizárólag a pazaszban érlelt pesgő van. Mesterséges anyagot, ugye cukortartalom gram per literben határozzák meg. Tehát 0-tól 5,0 százalékig van a fanyar bor, illetve az egészen száraz, vagy igen száraz bor. 5,1 százaléktól 25-ig ugye van a száraz. 25,1-től 35-ig van a félszáraz. 35-től 44-ig van a félédes. 45 felett pedig édes. A száraz jellegű pesgő 6-8 fokon tárolható. 6-8 fokon tárolható. Nyilván rosszul írtam fel, tehát 6-8 fokon tárolható. A félédes pesgő 8-9 fokon tárolható. A vöröset pedig 10-12 fokon lehet tárolni. A pesgő viszonylag nagy gáznyomás miatt vastag faluak. Parafa vagy rugalmas műanyag dugóval és fémhúzó rögzítéssel zárják. A palackokat fektetve kell tárolni. Távolási hőmérsékletük 10 és 17 fok. Magas tárolási hőmérsékleten a széndiokszid elillanhat a palackból. Idítő jellegű bor olyan szénsavas bor, amelynek szénsav tartalmát mesterségesen dúsították, szesz és cukortartalmát cukorszívú felhasználásával alakították ki, és legalább 70% természetes bor tartalmaz. Alkoholtartalmúak, illetve alkoholtartalmúak vannak általában a pesgőkből, ugye van 5 és 7%-ot, ami nem haladja meg, illetve van a gyöngyöző bor, általában fajta jellegű borokból készülnek széndiokszidos frissítésre. Ugye megnevezésükben szerepel a szőlőfajta neve, az alkoholtartalmuk legalább 8% legyen, illetve van a habozó széndioksziddal mesterségentelített telített szénsavasból, amely borban oldott cukorból, borpárlatból készült, és amelyet élelmiszer előállításra felhasználható ízesítő, vagy zamatosító adalékanyagokból előállított likőrrel ízesítettek, és ezt 3-4 hétig érlelték. Alkoholtartalmuk legalább 8%. Vannak még ugye likőrborok. Alkoholtartalmuk legalább 15%, de legfeljebb 22%. Termé természetes borokból készítik, töményített bor, borpálat, szeszezett must, sűrített must vagy cukorszirup felhasználásával. Mesterségesen előállított italféleségek, így mindig egyöntetű, állandó minőségben készíthetők az évjárattól függetlenül. Fajtái. Ugye csemege, űrmös és fűszerezett borok. Csemege bor. Természetes, átlagos minőségű fehér vagy vörös, hibátlan alapbor, sűrített must, szeszezett must, tehát misztellát, borpárlat és színezék felhasználásával készül. Érlelik a harmonikus íz és az illat kialakításáig. A hazai boroknál megnevezésünkben nem lehet a borvidékre, termőhelyre, szőlőfajtára utalni. A terméket általában fantázia néven hozzák forgalomba, híres import változataik a portói és a malaga. fajtái. Csemege, űrmös és fűszerezett borak. Őrmös borok, más néven vermutok. Természetes borból, borpárlattal, -bor növényi anyagokkal, fő alkotója a fehér üröm, vagy ezekből szeszes kivonattal készül. Intenzív illatú, édeskeserny és ízű, sajátos aromájú, aperifit jellegű italok. Alkoholtartalmuk 14 és 22,5% között vannak. Vermutok, színük szerint lehetnek fehérek és vörösök, cukortartalmuk alapján édesek és szárazak származásuk szerint. Hazai, Ampelos, Éva, licensz alapján gyártott vagy import, például Martini, Cinzano, Giaronne. Bitterborok például Martini Bitter és Campari. A fűszerezett borok szintén keveréssel készülnek, növényi kivonattal, aromákkal keverik, majd harmonikussá érlelik. Gyümölcsborok. Alkoholtartalmuk 6 és 14 között van. Gyümölcslevesekből borászati eljárással készített italok. Minőségmegőrzési idejük 12 hónap. Többet szőlőből készült borok, ugye teljesen többet, túlérett bogyókból készített bor, és amelynek mustja legalább 22,0 tömegszázalék cukrot tartalmazott. És van az a jégbor is, amiről az előbb beszéltünk, és hát nem olyan, nem olyan rég. Tehát a jégbor a tőkén megfagyasztott szőlő feldolgozásával készített bor. A borok bolti kezelése, a borokat tisztán pormentesen csillogó üvegeket és látható címkét biztosítva kell kihelyezni, régiók szerint esetleg fajta szerinti csoportosításában. Javasolt fénytől védett helyen raktározni. Csomagolás ugye a legkedvezőbb a fénytől védő sötét, zöld vagy barna üveg. Páratartalom a legkedvezőbb a 60 és 70 százalékos relatív páratartalom a címke védelme érdekében. Hőmérséklet, ugye ideális, a 10 és 17 Celsius fokos hőmérséklet. És nagyjából ennyit így a sörökről és a barotról, és a következő részben meg az égetett szaszasítalokra ki fogunk térni, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást!